Asztali számítógépek, monitorok, billentyűzetek és egerek, ezek azok az eszközök, amiket kapott a pécsi nagycsaládosok szervezete, hogy segíteni tudják a gyerekek digitális oktatását. Felmérték az igényeket a 178 tagcsaládjuknál. Kiderült, hogy akár 5-6 iskolás is jut egy-egy számítógépre a családokban. Így pedig nem vehetnek részt a digitális oktatásban párhuzamosan, mondja a szervezet elnöke. 17-18 olyan családunk van, ahol nagy örömmel fogadnának akár egy asztali gépet, akár egy laptopot, amivel könnyíteni tudnák a tanulást. Én azt látom, hogy a szülők nagyon aktívan részt vesznek ezekben a dolgokban, szívesen segítik a gyerekeket, saját gyerekeiket is. Most ugye nagy a lehetőség, hogy otthon segítsenek a gyerekeknek, szívesen segítenek, csak hát ha eszközök nincsenek, akkor ez nagyon nehézé válik. Ezért megkereste hétfőn a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát, hogy a már nem használt számítástechnikai eszközöket megkaphassák. Az iparkamara azonnal segített. 10 darab asztali gépet és 10 darab laptopot a Nagycsaládosok Egyesülete számára a mai napon elindítottunk. Ezeket átvizsgáljuk, megnézzük, hogy kell-e még valamibe SSD kártya, valamilyen grafikai modul, és amikor minden gép kompletten felszerelve kész a digitális oktatásra, akkor ezt a Nagycsaládosok Egyesületének mi átadjuk. Közel 1000 gyermeket nevelnek a pécsi nagycsaládosok. A mostani adománya a legnehezebb helyzetben lévőket segíti, de további felajánlásokat is elfogadnak. Így várják a használt számítógépeket, amiken tanulhatnak a gyerekek, akiknek az oktatását a járványhelyzet miatt digitális tananyagokkal végzik az egész országban.